Egy bajai hallevet fogok elkészíteni. Az első feladatunk az az lesz, hogy ha egészben kaptuk meg a pontyot, természetesen zsigereljük ki, tisztítsuk meg, szedjük le róla a felesleges dolgokat, és utána pedig mehet az előkészület. Én már ide készítettem 2,5 liternyi vizet, ebbe fogom majd belerakni körülbelül a pontnak ezt a részét, tehát a fej és az alsó részét, így első fázisban. A többi részét pedig szépen beírdalva le fogom sózni, egy kicsit félre rakom, és ilyen patkó formában fogom megtartani, természetesen, ha megmarad. Hagymára van szükségünk, piros paprika, só, a belsőség, most ebben az esetben ugye a halikra volt benne, illetve még egy fontos eleme van a bajai hallének, a gyufatészta, úgyhogy azt is fogunk készíteni, és majd fél időben egy jó szekszárdi vörösborral még megízesítjük. Első feladatunk, miután kizsigereltük a halat, akkor hogy előkészítjük. Itt az uszony mögött a fejet én leválasztom róla. Ugye a fejet is ketté fogom vágni, ki fogjuk belőle szedni a kopoltyúkat, illetve itt van egy ilyen kis keserű fognak hívott történet, azt is innen középről kiszedjük. Körülbelül itt levágjuk a hátsó részt is, és szépen majd be fogom írdalni, és lesózzuk. Jó, mehet is bele. Most következik a fejrész. Szépen kiszedjük belőle a kopoltyúkat. Miután megvagyunk, megmossuk, és ezt itt, ezt a kis keserű fogrészt, ezt is szedjük ki belőle. Ezt egy egyszerű mozdulattal tulajdonképpen csak kitörjük belőle. Kiszedtem, megmossuk, mehet bele a lébe. Összevágjuk a vörös hagymát. Szép apróra szoktam összevágni. Tegyük fel boosterre, tehát legmagasabb teljesítményi fokozatra. Majd figyeljünk oda rá, mert nagyon gyorsan ki tud futni. Közben tehetünk hozzá majd sót, egy kevéske piros paprikát. A sóból ne tegyünk bele sokat, mert ugye nagyon el fogja főni a levét, és túl sós lehet, illetve a beírdalt halra is teszünk majd sót, tehát csak a végén ízesítsünk utána, ha szükséges. Most már szépen forra az alaplé, készítsük el közben a tésztát. A tésztához egy kb. 100 g-nyi lisztet ide készítettem. Beleteszek egy tojást, és egy csipetnyi sót, és elkezdem szépen összedolgozni. Először egy villával, utána pedig kézzel. Majd körülbelül, mikor fél időnél tartunk, akkor szoktam belerakni az erős paprikát, illetve akkor mehetnek bele a patkók. Ezt azért szoktam így csinálni, hogy a patkók ne essenek szét. Most már elég keménynek érzem a tésztát. Ha szükséges, akkor természetesen még bele fogom gyúrni a lisztet, és ezt mindaddig gyúrom, amíg szép, sejmes tésztát nem kapok. Össze is állt a tészta. Ilyenkor félretesszük, befolpakozzuk, és pihentetjük. Körülbelül egy negyed órája fő most már a lé. Belekerülhet a vörösbor. Belerakjuk a pontypatkókat. Mehet bele egy kevés erős paprika. Ezt mindenkire rábízom, hogy mennyit szeret. És a belsőség. Forrástól számítva még egy 10, max. 15 percig főzzük. Közben a tésztánk elkészült. Egy lisztezett felületen szépen kinyújtjuk. Nem kell nagyon-nagyon vékonyra nyújtani. Formára vágjuk. Természetesen a leeső tésztát ugyanúgy fel fogom használni.
meglisztezzük egy kicsit a késünket is, hogyha esetleg nedves ne tapadjon rá a tésztánk, és elkezdjük összevágni ilyen kis gyufaszál vastagságúra. Ha megvagyunk, lisztezzük meg őket is, hogy ne tapadjanak össze, és mehet a külön erre a célra feltett sós vízbe.